Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. Pár nappal ezelőtt megjelent az iOS 10.3 első publikus béta verziója, természetesen az első fejlesztői béta után. Lényegében a két verzió ugyanazokat a funkciókat hozta, és hát nagy valószínűséggel ezek benne is lesznek a végleges, mindenki számára elérhető verzióban, ami nagyjából olyan tavasz környékére várható. Vélhetően ez lesz az iOS 10.3 az utolsó nagy frissítés a nyári iOS 11 megjelenése előtt, úgyhogy nézzük, hogy mégis milyen újdonságokkal fog nekünk szolgálni az iOS 10.3. Az első újdonság az animációkban keresendő, ugye az Apple szeret játszani az animációkkal, az átmenetekkel, és ez az iOS 10.3-ban sincsen másképp. Ami újdonság, az az ikonra való rábökés utáni animáció, míg ugye teljesen meg nem nyílik az applikáció. Ugye alapvetően az ikonoknak a széle lekerekített, és hogyha én például a beállításokra rábökök, akkor láthatjátok, hogy szintén lekerekítetten nyílik meg az animáció, és úgy lesz teljes képernyős. Ezt nehéz elmagyarázni, de látjátok, ha itt a széleket nézitek, hogy kicsit lekerekített az animáció, míg teljes képernyős nem lesz. Ez nem minden applikációnál látszik olyan jól, például számológépnél nem, óránál sem, a jegyzeteknél például igen, tehát inkább a fehér hátterű applikációknál látszik ez. Ez, hát hogy szükséges volt-e vagy nem, azt nem tudom, de ez egy ilyen újdonság, ami az iOS 10.3-ban lesz. A következő, az a beállításoknál látható, fölül itt megjelenik az Apple ID profilunk, és ezen belül megtalálunk minden egyes információt, beállítási lehetőséget, csatolt eszközöket, mindent, ami az Apple ID-nkhoz kapcsolódik. Hát ez egy nagyon-nagyon hasznos funkció szerintem, erre szükség volt, hogy így összegezve egy menüpont alól láthassunk mindent, ami az Apple ID-nkkal kapcsolatos. Itt tudunk fizetés és szállítási infókat módosítani, jelszót, illetve név, telefonszámot, e-mail címet. Valamint, ami a következő újdonság, az az iCloud-on belül található. Itt az iCloud tárhelyénél láthatjuk, ugye, hogy az 50 GB-ból nekem most 43,33 foglalt, és hogy én ebből, vagy ezt a tárhelyet mire használtam és miből mennyit. Láthatjátok, hogy a biztonsági mentés az nagyon sok helyet foglal, valamint a dokumentumaim, ami véletlenül a Mac-ről lettek szinkronizálva. Tehát ezek foglalják a helyet, és ez ugye egyénenként változó, mindenki láthatja, hogy az iCloud tárhelyéből mi mennyit foglal. Ez szerintem egy hasznos dolog, ami az Apple ID-t, illetve az iCloud-ot illeti. A következő az egy rendszer szintű dolog, ez az APFS-nek, az Apple File System-nek a megjelenése. Eddig az iOS eszközöknél HFS Plus File rendszert használtak, ezt most lecserélik az iOS 10.3-nál. Gyakorlatban mi nem veszünk észre semmit, viszont ez a file rendszer a flash, illetve SSD tárhelyű eszközökre lett optimalizálva, és az elsődleges szempont ennél a biztonság, a titkosítás. Tehát elvileg egy biztonságosabb, jobb rendszert kapunk ezáltal, de a gyakorlatban mi nem fogunk sokat észrevenni ebből. A következő az a keresés applikáción belül látható, ugyanis megjelent az AirPods keresése funkció, hogyha nekünk be van aktiválva, illetve párosítva van egy AirPods az iPhone-unkhoz, vagy bármilyen eszközünkhöz, akkor meg tudjuk keresni az elveszettnek hit fülesünket. Ez eddig ugye nem volt itt. Az iOS 10.3-ban ez egy újdonság. Aztán a következő és véletlenül utolsó újdonság, lényeges újdonság, az a térképeken belül látható. Hogyha én itt a térképen elkezdek ide-oda menni, akkor láthatjátok itt a jobb alsó sarokban látjuk az időjárást, illetve hogy milyen az idő, valamint hogy hány fok van. Most éppen -3 van ezen a régión. Szeged fölött is -3 fok van, és felhős az idő, -4 fok, és láthatjátok, így változik, ahogy mi megyünk a térképen. Természetesen, hogyha rákeresünk mondjuk egy Budapestre, akkor előbb-utóbb itt is ki fogja dobni, hogy -4 fok van, és hát szintén felhős az időjárás. Úgyhogy ezek az újdonságok nagyjából az iOS 10.3-ban. Ezen felül természetesen a Siri Kit, a Home Kit, illetve a
CarPlay is kapott új funkciókat, viszont ezeket nem mindenki használja itthon Magyarországon, úgyhogy igazából csak ezekről szerettem volna nektek beszélni, ami úgy mindenki számára elérhető új funkció lesz majd a véletlenül tavasszal megjelenő iOS 10.3-ban. Amit nagyon-nagyon hiányolunk, az a Dark Mode-nak a megjelenése, ugyebár ez azt jelenti, hogy például a jegyzetek vagy a beállítások fekete háttérrel jelenjenek meg, így mondjuk éjszaka nem süti ki a szemünket a kijelző, de szerintem ez vélhetően az iOS 11-ben debütál, és majd végül az iPhone 8-al, vagy hát a 2017-es OLED paneles iPhone-nal fog megjelenni mindenki számára. Nagyjából ezek az újdonságok az iOS 10.3-ban, ezeket fogják majd úgy pofozgatni, fejleszgetni, és majd valamikor tavasszal fog megjelenni a végleges verzió. Én ebben a videóban ennyit szerettem volna az iOS 10.3-ról beszélni nektek. Ha tetszett a videó, mindenféleképp nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra. Ha nem tetszett, nyugodtan nyomd a dislike-ot, ha pedig kérdésed adódna, nyugodtan tedd fel a kommentben. Én Laci voltam, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk a legközelebbi videóban, sziasztok!